Zajlanak a munkálatok a Tolnai Altaripa szabadidőparkban. Márciusra készül el az új csónak kikötő. Berta Zoltán, a város alpolgármestere azt mondja, a Tolnai Horgász Egyesület néhány éve kérvényezte egy móló építését a Holtágra. Itt 15-20 csónak fér majd el. Az Altaripa Szabadidő Központ Szabadidő Park nyugati végében ez egy rendezetlen terület volt, gyakorlatilag nem lehetett a partot megközelíteni az elbúrjánzott növényzet, alnövényzet miatt. Tehát mindenféleképpen kellett volna egy nyiladékot vágni ahhoz, hogy ezt a mólót meg lehessen építeni. A munkálatok során a partszéli elbúrjánzott alnövényzetet és a sarjhajtásokat is kiirtják. Ezzel teszik megközelíthetővé a mólót. Egy sólyázó is kialakítanak annak érdekében, hogy a horgászni vágyók egyszerűbben tudják lehelyezni és kivenni a csónakot. Így gyakorlatilag innen a híd lábától egészen a Stern telepig valamely az önkormányzathoz tartozó valamennyi területnek a tereprendezése megtörténik, gyakorlatilag ezzel a horgászok a teljes szakaszt majd szabadon tudják használni. A beruházás a helyi önkormányzat finanszírozásában közel 300 000 forintból valósul meg.